szedjük le, szedjük le, kösbokrétát belőle, belőle, belőle. Küldjük el egy legénynek, 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 Csiri Péter nevűnek, nevűnek, nevűnek. Mikor Péter megkérdi, ki kötte, ki kötte, Janó már is kötötte, kötötte, kötötte. Kösser már is más szorás, más szorás, más szórás, kapsz te csókot százszorás, százszorás, százszorás. Szól a kukuk, szól, kikapuján szól, kölye már is forgatózik, benne leány öltöződik. Szól a kukuk, szól, kit adsz nékem, király bíró, kivel Bécsbe menjek, a zöld fának árnyékában kivel beszélgessek. János öccsével, János öccsével, szép ő maga, szép gúnyája, gyöngyös dolomántja. Szép ő maga, szép gúnyája, gyöngyös dolomántja. Szól a kukuk, szól, kikapuján szól, János öcsém zöld erdőben, fénylik a kard az övében. Szól a kukuk, szól, gyere ki szívem a szőlőhegyre, onnan nézzünk bé a nagy oszénbe. Ott, ahol lakik Benedek nének, felnő a szép lánya, egy rózsikája. Ha azt kérjük meg, ha ide adják, mert azt nem adják, mert odaadták. Ha vajon kinek, ha vajon kinek, Benke Jánosnak, Benke Jánosnak. Csiba kutya, ne ugass, hogy jöjjön-e gúzsajas. Ha megjön-e gúzsajas, attól tovább mind dugás. Jerbé Marci, ne kopogtass, Jerbé, ha becsületes vagy. Széket adok, leültetlek, ágyat vetek, lefektetlek. Széket adok, leültetlek, ágyat vetek, lefektetlek. Szerdahelyi Luca és Nagy Eszter! Tanárunk Zsikó Zsuzsanna, mentoruk Juhász Réka! Már megint az arányokon röhögtök, mi? Mártikát kérjük meg szépen, hogy értékeld a produkciót. Hát a legborúsabb időben is kiragyog a nap, ha ti elkezdtek énekelni, mint a kis madárkák. Már mikor először hallottunk benneteket, akkor is ez jutott eszünk, mert két kicsi napsugár bejön, és az embernek jó kedve lesz, és boldogság van a szívében. És pontosan úgy néztek ki, mint Dobokos Pál Péter bácsi egykori moldvai gyűjtőképének a kicsi leánkák. Valószínűleg nagyon szeretitek is ezeket az énekeket, mert úgy árad belőletek, felhőtlenül énekeltek, ami ritkaság, mert itt izgulni szoktak sokan, nem szabad sírni. Hát ez azért mondom, hogy dicsérjenek. Túl vagyunk a feszültségen. Én most csupa jót fogok mondok rólatok és nektek, úgyhogy ne sírjál, inkább örülj neki, mert ritkán hall az ember ilyen felhőtlenül boldogan éneklő gyerekeket. Nagyon aranyos volt ez a választék, ez a sorozat, párosító énekek, hát biztosan hallottátok, hogy ezek az énekek arról szólnak, hogy összedalolják a lányt és a legényt. Hát most még ezt talán kicsik vagytok, de ha jól begyakoroljátok, már készen álltok ti is, mire itt az ideje, és jön az a bizonyos Péter, vagy valamilyen más nevű fiú. Ezekkel összebűvölték, összedalolták a lányt és a legényt. Olyan szépen gurítottátok egyiket a másik után, már féltem, hogy nem vesztek levegőt. Ott a csiba kutya előtt is vártam, hogy mennyire vegyetek már a levegőt is, de így is gyönyörű volt. Én azt gondolom, hogy Zsuzsi néni nagyon-nagyon jól tette, hogy titeket párba indított. Két külön egyéniség vagytok, a hangotok is eltérő, Lucája egy kicsit már nagylányosabb, Eszti meg ilyen igazi kislányos, de ketten együtt csodásan szóltok, és látom, hogy mennyire szeretitek egymást, ez egy csodás dolog, mert így lehet a legjobban énekelni, és igazatok van, a Zsibongóban mindig olyan jó hangulat, mi is leginkább ott szeretnénk bulizni veletek. Igen. Hátul. Igen. És mindjárt vissza is megyünk oda, jó? Na, kérjük szépen a pontszámokat! Kocsi Zsenikő! 10-es! Eredics Tanár úr! 9-es! Sevestyén Márta! 10-es! Zsurászki Zoltán!
9-es, Salamon Bea, 9-es, nagyon magas pontszámok. Megnyugodtál végre? Igen. Minden rendben van? Igen. Kiment a nagy feszültség? Igen. Jaj, de jó. És amit Márti mondott, az a legfontosabb, hogy ez a barátság, ez örökre megmaradjon. Ez csodálatos. Országrészeket köt össze. Szuper kis játékosok és versenyzők vagytok.